Az első fél időben én úgy gondolom, jól játszottunk, előnye is mehetünk volna a szünetre, butaságokat csináltunk, kiegyenlítettek, második fél időben pedig buta hibákat csináltunk, nem tudtunk igazából áttörni a védőfalukon, védekezésben gyermetek hibákat védettünk. És hát ez így alakult így a vége. Sajnos ugye az első fél időt azt sajnos nem két gól plusszal zártuk, hanem ott kaptunk két gyors gólt. Ugye döntetlennel mentünk a fél időre. A második fél időben, mondom az 51-52. Percben két lerohanás gólt kaptunk, és úgy gondolom, hogy ott ez megpecsételte a sorsunkat. Próbáltunk még fölállni, de azért szerintem nagyon nehéz volt már egy ilyen rutinos, nemzetközileg rutinos csapat ellen, akik ugye a tavalyi Final Four-ban játszottak négy gólról fölállni egy 8-9 perccel a vége előtt, és így sajnálatosan nem sikerült megnyerni a meccset, vagy legalább egy döntetlent elérni. Megyünk, csináljuk, de nem igazán meggyőzően, én úgy gondolom. És persze, hát egy ilyen kaliberű csapat kihasználja ezeket a hibákat azonnal. Utána kaptunk gyorsan 2-3 kontragót, elmentek 4-5 góllal. Persze, hogy utána megtartják rutinnal az ilyen szintű csapatot. Nagyon, tudtuk, hogy nagyon nehéz mérkőzés lesz, az is volt. Először is gratulálok a berlinieknek. Azt gondolom, hogy azt a taktikus játékot játszották, amelyet tavaly is láttunk tőlük, és most ezen a meccsen nagyon összefogottak is voltak. Nyilván ismertük ezeket, de sajnos nem tudtuk ellenük a lépéseket megtenni jól. Az elején a védelmüket szét tudtuk szedni, de a Heinefetteren nem tudtunk túljárni, tehát ahol lehetett volna. Amikor a fél idő végére megszereztük azt a lélektani előnyt, azt nagyon buta módon odaadtuk. Továbbra is türelmetlen az előrejátékunk, az indításunk, lerohanásunk, és nagyon könnyen odaadjuk a sanszokat. Második fél időben a támadó játékunkban a csapatjáték az nem működött, nem tudtunk szélesen húzásokból játszani, inkább páros-hármas kapcsolatokból lövőkkel erőlködtünk. Itt azt gondolom, hogy a sánccal meg tudták oldani a védelmet, illetve hát amikor kritikus szakasz volt, könnyű, odaadtuk a labdákat, és könnyű gólokkal lélektanak olyan fölénybe kerültek, amit már nem tudtunk megváltoztatni. Sokat nem tudunk ezzel foglalkozni, hiszen következő hét csütörtökön már Minszkben játszunk, és ahogy megnézzük az eredményeket, nincs könnyű ellenfél a csoportban, hiszen ugye a Minszk is 6 góllal vezetett a második fél időben a Barcelona ellen, úgyhogy ott is egy nagyon kemény mérkőzésre számítunk, ráadásul ugye idegenben játszunk. Minszkben mindenféleképpen pontokat kell szerezni ahhoz, hogy további jutási esélyek legyenek.